12. születésnapját ünnepli idén a Füzesabonyi Forrás Civil Egyesület, melynek alkalmából oklevelekből, emléklapokból és rendezvények plakátjaiból nyílt kiállítás az Egyesület szervezésében, a Városi Könyvtárban. Valamint ekkor ünnepelték a Magyar Népmese napját is. A Forrás Civil Egyesület úgy alakult, hogy én nagyon szeretek táncolni. Több fellépésen, rendezvényen részt vettem, és úgy gondoltam, hogy Füzesabonyba is fejleszteni kell ezt a táncos közeget. Ezért én kitaláltam magamtól különböző rendezvényeket és versenyeket, szerveztem gyerekeknek ki mit tudott, és ennek alapjából kifolyólag gondoltam, hogy akkor fejlesszük tovább a kultúrát, majd tovább mentünk a gyerekeknek a rajz fejlesztésén, valamint különböző táncos, zenés rendezvényeken. Ezen a kiállításon az Egyesületnek a 12 éves munkája, amin bemutatok emléklapokat, okleveleket, fényképeket, rajzokat, és különböző ilyen tehetséges dolgokat. Amit még kiemelnék, az az Egyesületemnek a könyve, amit tavaly készítettünk a 11. szülinapjára. A Magyar Népmese napját az egerfarmusi iskolásokkal ünnepelte az Egyesület. Mivel az Egyesület kultúrafejlesztéssel foglalkozik, beletartozik a tevékenységbe a magyar szellemiség, magyar lelkiségnek az ápolása. Így úgy gondoltam, hogy szeptember 30-a, minden évben megemlékezünk, akkor itt fejlesszük a magyar népnek a zenéjét, népművészetét, rajzát, kultúráját, mesét vetítünk majd a gyerekeknek, színezni fogunk, rajzolunk és zenélünk. Miért fontos, hogy foglalkozzatok így külön is a magyar népmesével az Egyesület szintjén? Azért fontos, mert engem a szüleim mindig arra tanítottak, hogy jót tenni jó, mindenkinek adjuk tovább azt, amit megtanulunk, erősítsük a magyar jellemiséget, a magyar egyediséget, hogy jót cselekedjünk, jót tegyünk mindenkivel, tehát hogy tanítsuk a gyerekeket a jóra.